Sziasztok mindenki, én Tomi vagyok. Ebben a videóban egy nagyon sokatok által kért és számomra is nagyon kedvelt karakterről fogunk beszélgetni, aki nem más, mint a Hajnal Kardja, azaz Sir Arthur Dayne. Sir Arthur Dayne a történelemben más néven is ismert, mint a Hajnal Kardja. A Dayne ház leghíresebb lovagja és második Aerys Targaryen más néven az őrült király királyi testőrségének tagja, és a legendává válása nagyban kötődik a halálához. Sok évvel azelőtt halt meg, hogy a tűzés jégdalának eseményei elkezdődtek volna, és nagyjából ugyanolyan formában minden egyes regényben úgy írják le, mint egy fantasztikus kardforgató, aki minden egyes alkalommal legyőzte az ellenfeleit. Számtalan ember jogosan tartja őt a valaha élt leghűségesebb és legnemesebb lovagnak a hét királyság történelmében. Maga a Dayne ház nemes vára Starfall, vagy Csillagkő, vagy Csillagvölgy, kinek hogy tetszik, a Dayne ház az egyik legfontosabb ház a Martell házzászló hordozói közül, a címerük egy kard és egy hulló csillaglila alapon. A Dayne-ek a nyugati vörös hegységtől származnak, és emiatt kapták a megnevezést, mint Dorni Dornishmen. Szép bőrük és hajuk van, a hajuk színe sötét fekete és szürke keveréke egy kis fekete tincsen. A legtöbb Dayne-nek a leírások alapján sötétkék vagy amolyan lilás szemük van. Ez egy picit hajaz az ősi Valíriából származó Targaryenekre, és felvethetné a kérdést, hogy az őseik valóban Targaryenek, viszont George szerint a Dayne-ek lila szeme nem a Targaryen kapcsolatot jelképezi. A Dayne ház Starfallról az egyik legősibb ház a hét királyságban, a származásukat visszavezetik nagyjából 10 000 évvel ezelőttre, Westeros hajnalkorára, ez nagyjából az az idő, amikor az első emberek megérkeztek Essosból, hogy kolonizálják Westerost. Ugyanakkor van egy teória, miszerint a Hightower és a Dayne ház kiváltak az ősi Dorni birodalomból. Arthurt úgy emlegették, mint a Rhaegar Targaryen legjobb és legközelebbi barátja, ő a testvére Lady Ashara Dayne-nek, aki öngyilkosságot követett el nem sokkal azután, hogy Robert lázadása véget ért volna. Ugyanakkor Arthur másik testvére Lady Allaria Dayne, aki ez időben Beric Dondarrion jegyese volt. Arthur pontos születési dátum egy kicsit homályos, de ha egy kicsit utána számolunk, akkor nagyjából meg tudjuk mondani. Arthur a királyi őrség tagja volt Aegon hódítása után 276-ban, amit tudunk, hogy a valaha volt legfiatalabb tag az őrségben 15 évesen Sir Jaime Lannister volt. Ebből következtetve Arthur legalább 16 éves volt, amikor csatlakozott az őrséghez 276-ban. Ekkor említik Arthurt először, mint egy lovag az őrségben, tehát 276-ban legalább 16 éves volt. Ugyanakkor lehet, hogy idősebb, ez azt jelenti, hogy Arthur legalább 260-ban már megszületett. Azt tudjuk, hogy 283-ban halt meg az öröm tornyánál, szóval legalább 23 éves volt, amikor elérte a vég. Arthur forgatta a Dayne ház legnemesebb kincsét, amitől a titulust is megkapta, mint a Hajnal Kardja. A Hajnal Kardja titulus a Dayne házban azon lovagokat illette meg, akik az ősi kardot forgatták, Hajnalt. A cím csak a Dayne ház olyan lovagjainak járt ki, akiket érdemesnek találtak arra, hogy forgassák magát Hajnalt, ami a legendák szerint egy hullócsillag szívéből kovácsolódott. A Dayne ház alapítója követett egy hullócsillagot a Tarantine torkolatáig, és csillagkő később itt lett felépítve, ahol a mágikus követ felfedezték. A nagy kardot Hajnalt valószínűleg már legalább 10 000 éve csak a Dayne ház lovagjai forgatták, akit természetesen érdemesnek találtak a birtoklására, ennek eredményeként a Dayne ház lovagjai a hét királyság minden területén híresek voltak. Ha nem volt a Dayne házban olyan lovag, akit érdemesnek találtak a címre és a kard forgatására, akkor addig senki nem kapta ezeket meg, amíg egy lovag érdemesnek nem bizonyult rá. A cím korábbi viselője Sir Davos Dayne volt, Nymeria hercegnő harmadik férje, majd Ulrik Dayne a királyi őrség parancsnoka és egyben a Hajnal Kardja, aki akkor a legnemesebb lovagja volt. Hogy legyőzze a király erdei testvériséget, ami akkoriban egy aljas és szervezett úton álló társulat volt, Arthur elnyerte a közemberek bizalmát, ugyanis az ő oldalukat nézte, meghallgatta a sérelmeiket, mielőtt második Aerys Targaryen király elé járulhattak volna. A testvériség a hírnevét azzal nyerte el, hogy elraboltak számtalan nemest és váltságdíjat kértek értük, vagy aljas módon kivégezték őket.
A végüket a párbaj jelentette Sir Arthur Dane és a mosolygó lovak között. A párbaj során Arthur ketté törte a kardját, de lovagias módon megengedte neki, hogy felvegyen egy másikat, mielőtt újrakezdték volna a harcot. Ezt a győzelmet követte Jaime Lannister, aki azon katonák közé tartozott, akiket a testvériség felszámolására küldtek második Eris nevében. Később maga Arthur Dane ütötte lovaggá. Jaime később esküdt tagja lett a királyi őrségnek. Később a lovagi játékokon, amit Viserys születésére rendezte 276-ban Arthur lett a győztes, így győzte le a barátját Rhaegar Targaryen herceget. A küzdelem alatt a viharvégi tornán 12 lándzsát tört el Rhaegar ellen, viszont itt Rhaegar herceg legyőzte őt, majd később a Harrenholy tornán 281-ben, ahol szintén legyőzte őt. Nem sokkal a Harrenholy torna után Arthur és az esküdt testvére Sir Oswald Wendt segítséget nyújtottak Rhaegar hercegnek, hogy elrabolja Lyanna Starkot. Nem sokkal ezt követte Robert lázadása. A herceg visszatért a koronaföldekre, a lázadás után Arthurt Lord Eddard Stark találta meg, nem a csatatéren, a Tridentnél, hanem az örömtornyánál Dornban. Rhaegar parancsának engedelmeskedve, aki ekkor már halott volt, Arthur meghalt itt Eddard és emberei Holland Reed, Lord William Dustin, Ethan Glover, Martin Castle, Theo Wool és Sir Mark Ricewell kezei által. Valójában a halálának pontos körülményei tisztázatlanok voltak, viszont a sorozat amolyan ízelítőt adott abból, hogy hogyan is nézhetett ez ki. Miközben Bran visszaemlékezését láttuk. Amikor az apjáról beszél, Bran szerint az apja úgy tartotta, hogy Arthur volt a legnemesebb és legjobb lovag, akit valaha látott, és azt is tisztán elmondja, hogy Arthur megölte volna az apját, ha nincs ott Holland Reed. Catelyn Stark szerint Arthur volt a leghalálosabb a hét lovag közül Aerys királyi őrségében. Az öröm tornyánál történt események után Ned Stark elutazott Csillagkőre, hogy tájékoztassa a Dane házat Sir Arthur haláláról, és hogy visszavigye a kardot a nővérének, Lady Ashara Dane-nek a tisztelete jeléül. Nem sokkal a találkozó után Lady Ashara Csillagkő egyik tornyából kiugrott, és a tengerbe zuhant. A testét soha nem találták meg. Ezután Eddard visszatért Deresbe egy csecsemővel, akit történetesen Havas Johnnak neveznek, aki, amint tudjuk, úgy lett bemutatva, mint a saját fattyú gyermeke. Itt elkezdődtek a pletykák, hogy John valójában Eddard és Ashara közös gyermeke, és azért lett öngyilkos, mert nem bírta elviselni a bánatot, hogy a szeretője a testvére gyilkosa. Sir Barristan Selmy viszont biztos abban, hogy Ashara egy gyermeknek adott életet, miután egy férfi megerőszakolta a Harrenholy tornán. Úgy tartják, hogy ez az ember egy Stark volt, akit úgy ismerünk, mint a vadfarkas, Ned idősebb testvére Brandon, és ő beszélt Asharával, nem pedig Ned, aki túl szégyellős volt. Ugyanakkor táncolt Neddel később. Ugyanakkor Daenerys Targaryen eléggé hasonlít a gyermekre, akinek Lady Ashara Dane életet adott. Van egy érdekes teória, miszerint Arthur Dane nem halott, egy hadvezére volt ott valójában az öröm tornyánál, és megjátszották a halálát. Ned és Holland Reed elmondása szerint lehetséges, hogy még mindig titokban vár valahol, hogy támogassa a jogos Targaryen uralkodót. Ugyanakkor az örömtornya visszaemlékezés a 6. évadban érdekes volt, ugyanis legalább a sorozatban biztosan tudjuk azt, hogy halott. Ugye itt jött a mondat, jó szerencsét kívánok neked az elkövetkezendő háborúkban. Ebből kapcsolódva kerekedett ki egy teória, miszerint Mance Raidernek valami köze volt Arthurhoz, és lehet, hogy éjszakon rejtőzik, viszont a másik teória szerint Dornban maradt. Vagy lehet az is, hogy az aranykompánia felfogadta magához zsoldosként, hiszen tudjuk azt, hogy sok nemes Westerosi lovag szolgál a soraik között. A sárkányok táncában John Carrington szerint rátaláltak az aranykompániára nyugaton, ott, ahol a nap nyugszik. Elképzelhető, hogy délre ment és azóta is számüzetésben él, és tudjuk, hogy Daenerys most már megérkezett, tehát ki tudja, mi lesz még itt. A Dane háznak jelenleg nincs érdemes lovagja a Hajnal kardja címre. Úgyhogy nagyjából ez lett volna Sir Arthur Dane a Hajnal kardjának története, remélem tetszett nektek, nyugodtan írjátok le kommentbe, hogy mit gondoltok róla, szerintem az egyik legkirályabb lovag valaha Westerosban, természetesen vannak tőle jobbak, de ez egy személyes vélemény. Úgyhogy nagyon sokat húztam az időt, hogy megcsináljam ezt a videót, viszont arra kérek mindenkit, hogy értsétek meg, és nagyon sok munka van egy-egy ilyen videóval, ezért nem dobom ki őket 2 percenként. Úgyhogy hát remélem ez itt nem gond, természetesen jönnek majd a következők is, amik ilyen történetekről szólnak, úgyhogy remélem itt leszek velem akkor is, találkozunk legközelebb, sziasztok!